Én 2004-ben végeztem az iskolával, és ugye akkor kellett az utolsó fél évet gyakornak, valahogy gyakorlatot kellett szerezni, és én akkor kerültem be az MTV-hez, a régi MTV-hez, még a Szabadság térre, az Este című műsorba. Az egy hírháttér műsor volt, és hát ott lettem gyakornak, aztán ősztől kaptam a lehetőséget abban az évben, hogy ott egy ilyen délutáni riporteri pozíciót hoztak létre, és az volt a feladatom, hogy én értelemszerűen délután megérkeztem, és hogy kellett bármilyen rövid riportot, grafikákkal, összeállításokat összerakni archívból, akkor nekem ez volt a feladatom, hogy ezt megcsináljam, és akkor én később párhuzamosan elkezdtem a híradónál is dolgozni. És mi az MTV-től, vagy az MTV-vel, hát valamikor 2011-12-ben váltunk el, nem 13-ban, bocsánat, 13-ban váltunk el egymástól. És akkor jött egy rövid online gazdasági magazin, a Privát Bankár, ott sima hírszerkesztő voltam, és abban az évben ősszel kezdődött el az ATV-nél egy riporteri pályafutás, amit azóta csinálok, és ez kiegészült napi híradó szerkesztéssel. Nem tudtam, hogy mit akarok majd csinálni a kommunikációval, és az nagyon megmaradt bennem, amikor Virág Ildikónak voltam az első műfaj ismeret órán, vagy talán másodikon, és olyan élvezettel, olyan áhítattal és olyan alázattal tudott beszélni, de olyan temperamentumosan tudott beszélni erről az egészről, hogy akkor dőlt el, hogy én médiában akarok dolgozni, aztán az később jött, hogy a televíziós vonalon akarok majd elhelyezkedni. A szakközépiskola után én elhelyezkedtem és dolgoztam. Nekem később jött a főiskola, és az egyik volt kollégám mondta, hogy éppen megy leadni a jelentkezését, és megkérdezte, hogy nem akarok-e tanulni valahol, és akkor így gyorsan az utolsó nap kiválasztottam a Kodolányit, és így jelentkeztem levelezőre, és onnan mentem át később nappalira. Így jött a Kodolányi véletlenek sorozata, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni.